Dr. Pajik is Emőke vagyok, onkológus szakorvos, 2010. október óta a Medisprof klinika csapatának egyik tagja. A klinikán belül onkológiai tevékenységet végzem, tehát mint onkológus szakorvos, úgy ambuláns, illetve kórházi tevékenységet. Számunkra a beteg érdeke a legfontosabb dolog. Ezért egy nagyon komoly kapcsolat létezik az orvos és a beteg között, illetve arra törekszünk, hogy egy nagyon jó és közeli kapcsolat alakuljon ki a beteg, illetve az orvos között. Ezért ehhez egy nagyon fontos szempont az, hogy köztünk is az orvos kollégák, illetve a személyzet között, illetve köztünk egy nagyon jó kommunikáció létezzen. Erre nagyon odafigyelünk, mert ezt a beteg is érzékeli. És nagyon fontos számára, hogy érezze, hogy mintha egy családi környezetbe kerülne, hogy oda van figyelve rá, és mindenre odafigyelünk, ami őtet érinti. Nagyon fontos az, hogy a beteg informált legyen, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy mikor hozzánk jön, akkor tudja, milyen kezelést kap, miért kapja azt a kezelést, illetve, hogyha hazamegy, tudja, mi az, amire számítson. Ugyanúgy fontos, hogy köztünk és a személyzet között egy nagyon jó kommunikáció és kollaborálás létezzen, mert így a beteg számára is tudunk biztosítani teljes értékű orvosi ellátást. A betegben felmerül az a kérdés, hogy miért válaszol minket, miért válaszol a Medisprof klinikát. Hát elsősorban azért, mert nem kell órákat állni a rendelők előtt, ami egy nagyon fontos szempont. A másik dolog pedig, hogyha a beteg bekerül a rendelőben, onnantól ő a legfontosabb számunkra. Ellátjuk minden információval, a kezelésével kapcsolatos információkkal, legfőképpen a mellékhatásokkal, bár és mindenfélével, ami a kezeléssel kapcsolatos dolog. Hogyha innen kilép, a rendelőből kilép, akkor tudni fogja, mi az, amiért idejött, milyen kezelést kap, illetve mik a várható mellékhatások. Nagyon sok esetben a mellékhatások otthon történnek. Mellékhatások, események, rosszul létek, vagy bármi, ami más, eltér a napi teendőktől, a napi dolgoktól. És ez az egyik legfontosabb szempontunk, hogy a beteg informált legyen, hogy értse meg, tudja, hogy mi a teendője például, hogyha hazamegy. Hogyha valami történik vele, tudja, mi az, amit kell csinálni, és ne pánikoljon be. Mert nagyon sok betegben, nagyon sokban megfordul az, hogy mit csinálok, hogyha hazamegyek? Mit csinálok, hogyha történik velem valami? Hát nagyon fontos ugyanúgy az, hogy mi elérhetőek vagyunk. A napi, a programidőben a klinikán, illetve azután e-mailen a beteg kapcsolatba tud lépni velünk, és útba tudjuk igazítani, mi az, amit tenni kell. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a beteg informált legyen. Tudom, hogy legelőször, miután az első beszélgetés után a beteg felét nem érti annak, amit elmagyarázunk, mert nagyon sok információ zúdul hirtelen rá. Viszont idővel megtisztulnak ezek az információk, és mindennek fogja érteni és tudni a miértjét. Miért csinálunk ezt, miért csináljuk azt, mi az, ami történhet vele, és ami a betegnek nagyon fontos szempont. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amiért, ami pluszba is, amit pluszba ajánlunk a hozzánk forduló betegeknek, az az, hogy a klinikánk pszichológussal és nutricionista konzultánssal rendelkezik. Ezért minden egyes beteg részesül egy pszichológiai beszélgetésben, tulajdonképpen a pszichológusunkkal egy elbeszélgetésben, és hogyha kell, akkor lelki támaszt és segítséget tud nyújtani. A másik személy, aki nagy segítségére lehet a betegnek, az a nutricionista. Azért, mert a betegek legalább 70-80%-a megkérdezi, mi az, amit szabad egyen, mi az, amit nem szabad egyen, mi az, amire oda kell figyeljen. És erre a nutricionistánk nagyon-nagyon nagy segítségben lehet. Elmondja azt, hogy mi az, ami ajánlott, mi az, amire oda kell figyelni, vagy hogyha szüksége van plusz dolgokra, vitaminokra, vagy más kisegítőkre. Ugyancsak nem csak az életvitellel kapcsolatban, hanem dietetikus információkat kaphatnak a betegek a mellékhatások megelőzése végett is. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont számunkra. Végül, de nem utolsó sorban, amiért én ide szeretek jönni nap mint nap, illetve amiért a betegeknek ajánlom ezt a klinikát, az az, hogy nagyon családias a légkör. Nem kell feszélyezve érezzék magukat, nyíltak vagyunk, nyitottak bármire, és
könnyen hozzáférhetőek.